Horváth Laura vagyok, 21 éves, és egy crossfit versenyző vagyok. És most jöttem vissza Amerikából, ahol második edzésem el a CrossFit Games-en. Most egy amerikai swinget fogok csinálni ezzel a kettlebellel, ami úgy néz ki, hogy innen a lábam közül a fej fölé jutom a kettlebellt egy mozdulattal. Hát a crossfit egy nagyon-nagyon összetett sportág. Sok sportnak, mint benne van is, hogy crossfit, hogy kereszteződése, többi sportágnak ezt is lehetne mondani. Van benne nagyon sok állóképesség, futás, úszás, biciklizés, van benne nagyon sok saját esős gyakorlat, igazából elkezdve a fekvőtámasztól, a húzózkodástól, bármilyen, amit az olimpián lehet látni, a férfiak a gyűrűn, amit csinálnak, nem olyan összetett gyakorlatok, de a húzódás, tolódás az benne van, kézenjárás, bármit el lehet képzelni, ami a gimnasztikai gyakorlat. És van még benne az olimpiai súlyemelés, meg az erőemelés. És ezek úgy történik egy verseny, úgy lehet ezt, úgy tudják felmérni ezt a sok gyakorlatot egyszerre, hogy feladatsorokat hoznak létre, hogy van olyan, hogy olimpiai súlyemelést kell csinálnod, egy X ismétlés számot, aztán gimnasztikai gyakorlatot kell csinálnod, aztán meg futsz mondjuk egy kilométeres kört. És ebben mondjuk kell csinálnod 5 kört. Ennyire variáns, hogy nem elég, hogyha jó vagy a súlyemelésben, hanem jóban kellened az erő a futásba, meg jól kellene a gimnasztikába is. She has a rock climbing background. She's an all-around athlete, and she's young. So we're not just talking about her rookie year. As far as I'm concerned, she is the future superpower in Europe. You're going to be hearing her name a lot for years to come. 40 fő jut ki a CrossFit Games-re. Ez egy három a regionális, ez egy háromnapos verseny, külön a régiókba. Az én regionálisom az Berlinbe volt, és ott volt háromnapos verseny. Minden nap volt két-két feladatsor, és innen a legjobb 5 jutott ki, és én második helyet értem ott el. Ezért kijutottam a Games-re. Ami most volt Madisonban, Wisconsin államban, Amerikában, és ez pedig egy 5 napos verseny volt, szerdán kezdődött a verseny, igen, a biciklizéssel kezdődött, aznap volt 4 darab feladatsor, a maraton nevezés volt a vége, és aztán csütörtökön volt egy pihenőnap, akkor semmi nem volt, semmilyen feladatsor nem volt. Akkor volt egy ilyen nagy ünnepélyes nyitóceremónia, ahova fel kellett sorra mindent, ahol visztünk zászlót, meg felsorakoztunk, bemutattak mindenkit, és aztán pedig péntek, szombat, vasárnap volt még a verseny. A versenyeken ilyen névtáblákat szoktunk kapni. Most is kaptam a Games-en, és ez egy ilyen nagy szűny igazából, mert azt tudják így kirakni mindig, amikor versenyzel a te sávodba, és akkor tudják a nézők, hogy ki vagy te. Az összes Horváth Laura, az mindegyik egy versenyről van. Az első helyezés az 300 000 dollárt nyert, én pedig 100 000 dollárt nyertem a második helyezésemmel. Én fizetek azért, hogy sportolhassak, de ebből abból, hogy ilyen jó helyezéseket érek el, ebből így meg is tudok élni. A nyereményeimből élek meg, nem attól, hogy egy bizonyos szponzor vagy cég támogat és fizetést kapok érte, hanem azért abból élek meg, amit belefektetek, azt vissza is kapom többszörösét a nyereményeimből. De hogyha nem teljesítenék ilyen jól, akkor nem tudnék ebből a sportban megélni. Hát nem mondom rám azt, hogy nekem a befektetett munkám az több, mint például egy úszónak vagy egy futónak, mert ugyanannyit belefektet, csak én változatosabban, vagy többféle, nekem nem csak egy specifikus dologra kell koncentrálnom, hogy minél gyorsabban ússzak, hanem nekem arra is kell koncentrálnom, hogy a testsúlyom ne legyen túl nehéz, például a súlyemelés, az sikerül, legyenek erős, de amellett ne legyen túl nehéz a testsúlyom, hogy tudjam a saját testsúlyos, a gimnasztikai gyakorlatok is ugyanúgy végrehajtani. A célom az, hogy jövőre ugyanitt legyek, és ne a dobogó második fokán álljak, hanem a legtetején.